Tom Sizemore, Kőszegi Ákos. Miri Elizabeth Mastrantonio, Kubik Anna. Forrest Whitaker, Gesztesi Károly. Fényképezte Fred Murphy. A forgatókönyvet írta Daniel Theriault és Robert Szabak. A film Robert Szabak a Láthatatlan család című cikke alapján készült. Rendezte Richard Pierce. Maradj! Nem! Maradj! Nem! Te anyu! Uram Isten, a kicsi! Állj meg! Mi történt? Maradj! Menj vissza! Menj vissza! Nem! Semmi baj! Jó! Suzi! Gyerünk, indulj már! Indulj! Jimmy! Mondd már meg, hogy mi van! Valaki meg akart ölni! Tudom, hogy hány óra van! Ébreszt fel! Beszélj csak Dióval! Mi az, hogy nem akar beszélni velem? Mi? Küldd már a telefonhoz! Segítenie kell! Várj, várj, várj! Itt valami félreértés van! Mi? Hogy félreértés? Beszélj! A kurva életbe! Add már Diót! Drágám, miért nem? Hi, figyelj! Ez bízd rám, jó? Jimmy, ott vagy? Jó van. Én vagyok. Én, Bobby. Érted? Együtt kosarazok a fiattal. Ki mondta, hogy meghamisítottam a könyveket? Mert bárki volt az, hazudott a szemét. A környezetemben? Hogy érted ezt? Mennyire közeli? Jimmy! Jimmy!
először. Joe Clancy is segítene. Ő is benne van. Mindenki, akit ismer. A saját embereimhez sem mehetek. Senkihez. Aki csak szóba áll velem, az halott. Mindenki az övé. Leprás lettem. De hogyha megtudom, hogy kitette, akkor... Hidd el, most csak egy kis idő kell. Mindig rendbe jöttek a dolgok. Ez most más. Ez most más. Szóval magunk vagyunk. Mi ketten és a gyerekek. Ez nem is olyan rossz. Ők engem akarnak. Nem téged és a gyerekeket. Veszélybe sodorlak titeket. Adjuk el a házat, adjuk el ezt az átkozott házat, elmegyünk máshová. Akkor a nyomunkra akadnak. Ha bármit veszel, kikölcsönzöl egy videót, megtalálnak a hitelkártya alapján. Minden számítógépen van. A társadalom biztosítási számod. Lehetsz akár Ájovában is, ott is a nyomodra akadnak, ha veszel egy rohadt kertésznadrágot. Nem tudom, én csak... Hogy? Mi? Hé! Hey! Miért csináltad ezt? Telefonáltam. Megengedtem, hogy felhívja Debbie-t. Mondtad, hogy hol vagyunk? Igen. Rögtön miután felhívtam Tiót. Sean, ezt most nem kell. Van hívás kijelzője? Nincs. Ez a nagy terv? Ócska motelekben lakunk és esszük a szarkaját. Ez a terv? Elárultad a számot? Hová mész? Levegőt venni. Gondoltam végig mindent. De ezt az üzletet én alapítottam, nem ő. Évek óta ismerjük egymást. Te tudod jól, hogy ő rabolt ki engem, és nem pedig fordítva. Azt hiszem, Tió ideje rég lejárt. Miért ne? Te meg én. Elég sok minden összeköt bennünk. Ovi, végighallgattalak a barátságunk miatt, de sajnálom. Többé ne bízz bennem. Mindkettőnknek ez az érdeke. Kiadott fel. Az anyja morult. Jaj.
iskolába kell járniuk. Minden egyre rosszabb. Kell, hogy legyen valami megoldás. Valaki, akit felhívhatunk. Valaki. Semmi baj. Múljon már el ez, múljon már el ez, múljon el. Megoldom. Megoldom. Robert Francis Batten. Bobby Bats. Bobby B. Batman. Szakmája bűnöző. Született Dél-Bostonban, 3 év a Juveni Hallban. Jelenleg a fémipari demokrata klub elnöke. Ez szamár klubként emlegetik, helyi politikai szerveződés. Az az érdekes, hogy a demokrata párt soha nem hallott magáról, Bob. Na persze, ez azért van, mert a klub valójában Theo Cruz kétes üzelmeinek szolgált fedőszervezetül. Theo Cruz Charlestonból. Csak pár vidám cimbora, igaz? Talán épp a rózsafűzért imádkozzák? Ha lenne bizonyíték, a rég letartóztatott volna. Valóban? 16 rendbeli bűncselekménnyel vádoljuk, Bob. Csak hát nem tudtuk, hogy hol van. És akkor tessék, egyszer csak besétál az ajtómon. Elég furcsa, nem gondolja? Ügyvéd nélkül. Nincs szükségem rá. Valóban? Az államügyészség és a kollégáim is itt az FBI-nál már készültek arra, hogy lecsapnak magukra, amikor ti úgy döntött likvidálja. Azt hittük, előlünk is megszökött, Bob. De nem aggódtunk, mert a maga fajták mindig előkerülnek. Tartóztasson le. Tudja, bár igazán szívesen megtenném. Theo jobban kell nekünk, mint maga. Nem akartam megbántani. És persze nem tiltott szerencsejátékért akarjuk leültetni. Theo Cruzt az 1989-es kettős gyilkosságért akarjuk elítélni a Lance Shoreman két munkatársának megöléséért. Azt hiszem, maga tud segíteni ebben. Ne. Maga ne szórakozzon velem! Ne szórakozzon velem! Hiszen maga jött ide! Maga jött be hozzánk, nem igaz? Szarik vagy, leszáll a klotyóról! Ha tovább kéreti magát, én Istenemre beleverem a rühes képét a padlóba! Bobby. Figyeljen. Tudja, hogy a maga gyilkosát akarjuk elkapni. Ezen dolgozunk. Úgyhogy rajta, gyerünk. Ott voltam, amikor Theo Cruz azt mondta Jimmy Stinksnek, hogy... Hangosabban. Hogy vágja el Fred O'Malley torkát, de ne annyira, hogy meghalljon. Aztán Theo egy pisztolyt nyomott O'Malley szájába, és 3-szor elsütötte. Aztán Theo azt mondta Jimmynek, hogy Frank Vinnie-t akossza fel a gerendára. De őt sem ölhette még meg. Aztán Theo maga verte Franket egy kerékvassal, amíg meg nem magad. Mennyi ideig verte? 2 órán át. Ugye ezek csak egyszerű üzletemberek voltak, hm? Rendben. Írja alá a szerződést. Vagyis, hogy ezt elismétli a bíróságon. Aztán elszállítjuk egy biztonságos helyre, és onnan a tanúvédelemhez. Lehet választani, hogy... Elvihetem a családomat, vagy... Tudja mit, Bobby? Nekem mindegy, hogy kit visz, a feleségét, a barátnőjét, vagy egyszerűen egy birkát.
miért nem köszönhettem el Debbie-től? Drágám, mondtam már, ő nem családtag. Szívem, az a tiszt azt mondta, hogy ne menj az ablakhoz. Ha ne adj Isten, lelőnék, akkor vége lenne az egésznek. Kérlek, ő a férjem, és mi egy család vagyunk. És mi kik vagyunk? Vagy mi mik vagyunk? Talán soha többé nem láthatom a lányomat és az unokáimat emiatt a mocsomiatt. Kérlek, megfogadtuk, hogy nem csináljuk ezt. Legyünk kedvesek egymáshoz most utoljára, így kell. Nagyapa. Semmit nem vihetünk, ami rajta a nevünk. Jó, megőrzöm őket. Köszönöm. Ezt egy vitaestért nyertem. Ezt meg az egyik újságcikkemért. Legalább Sean velünk maradhatna. Már majdnem felnőtt. A gyerekek velünk normális életet élhetnek. Itt vannak. Egyel több csomagjuk van. Azt mondták, hogy 7. Az öltönytáska is csomagnak számít. És a kutya is itt maradt. De apu, ez az én kis kutyám, ugye? Igen, nem lesz semmi baj a kicsit. Még egyszer utoljára felszólítom, hogy adját a fegyverét, ha még önnél van. Ó, Istenem, Frank, láttad ezt? Itt a gyerekek előtt olyan, mint egy gyilkos. De apu, azt mondtad, hogy megtartatom a kutyust. Azt mondtad, apu. Hagyd azt a rohadt bőröndöt! Már csak 7 csomag van! Szégyen, hogy tudsz ezzel élni! Te mocskos disznó! Üntesd el innen ezeket! Elnyomlád a saját családodat! Üntesd el őket! Nem szereted a lányomat! Vidd már innen! Pakollát el! Teleted mi a fejüket azzal, hogy utálják az apjukra! Hogy tetted a lányomat! Istenem, kérlek, ne menj el! Kérlek! Szia, Nana! Szia! Gyerünk, vennünk kell! Várj, Sean! Szuzira jól van, drágaságom. Én majd vigyázok rá. Kicsi, menj ki a nagyban, és vedd fel a kabátot. Nagyon fogok rá vigyázni. Kérem, nagyon fogok vigyázni rá. Jó, nem lesz semmi baj, kicsikém, semmi baj nem lesz. A kis kutyámat akarom. Nem csokolsz meg búcsúzóul? Szervusz, apu. Uram Isten, ne menj el vele! Szervusz, mama! Minden rendben lesz! Gyerünk! Kérem, ne álljanak szóba senkinek a gépbe. Ne mondják meg, hogy kik maguk, és hogy hová mennek. Jó utat kívánok. Köszönöm. Jó utat.
Jó napot! Steve Beck felügyelő vagyok. Erre tessék. Csak óvatosan kérem, csak óvatosan. Kövessenek. Beck felügyelő, 4 személlyel beszálltam. Köszönöm. Erre tessék. Itt vagyunk. Parancsoljanak. Suzy kap a cukrot. Tessék. Írják majd össze, hogy mire van szükségük. Jelezzék, ha valamilyen különleges táplálkozási igényük van. Ott van pár gyerekkazetta a magnó mellett. Ha igény van rá, mozifilmek között is válogathatnak. Adok pár percet, hogy megbarátkozzanak a helyjel, de szűkre szabott az időnk. Munkához kell látnunk. Egy pillanat, mi történt? Nincs benne a Gördeszka magazin, és a könyveim is eltűntek. Rajtuk volt a neved. De az enyémek. Hogyha sikerül eltüntetni a nevet, akkor visszaadjuk. Amíg a lakásban tartózkodnak, zárva lesz az ajtó az önök biztonsága érdekében. A telefonban nincsen városi vonal, de ha szükségük van ránk, csak emeljünk fel a kagylót. A biztonsági intézkedések az önök védelmét szolgálják. Van ott egy megfigyelő kamera a nappaliban, és egy a konyhában. Hát ennyi. Mindjárt visszajövök. Istenem. Szívem. Hey. Ne idegeskedj miatta. Nem róla van szó. Nem róla. Biztonságban vagyunk. Igen. Istenem, biztonságban vagyunk. Igen, most már minden rendben. Most már minden jó. Halló? És ráöntöm az gacskó tartalmát, ugyanis bemutatjuk. Suzy, nehogy már ezt a hülyeséget nézzük, hisz milliószor láttuk már. Baromság. Hogyha nem
nem vagy hajlandó idejönni, akkor tűnj a szemem elől! És ne rágd már azt az undorító vattakot! Ocsmány, Doug. Nem tudom, minek hoztad el. A rajzfilm csatornát. Nem. Vizet? Parancsol vizet? Nem hazudok önöknek. Ez lesz életük egyik legnehezebb feladata. Voltak nehéz feladataim. Ilyenek nem. Üdvözlöm önöket. A tanúvédelmi központ orientációs egységében vannak. Itt történik majd az új hiteles személyazonosságuk megformálása. A mai az első nap. Új lakóhelyükre az ötödik nap reggelén indulnak. Nincs kivétel, nincs hosszabbítás. Van valami kérdésük? Hová megyünk? Majd rátérek. Rövid az idő és sok a megbeszélni való. Minden napra jut jó pár fontos feladat, amit el kell végeznünk. Szerepformálás... Hol fogunk lakni? Ez az $1 millió kérdés, ugye? Tudja, kicsit idegesek vagyunk. Sok mindenen mentünk át. Igen, igen, én megértem, hogy kíváncsiak. Ott a szerződés önök előtt. Ezt a megállapodást alá kell írnunk nekünk, a rendőrség illetékesének és önöknek. Az FBI annak érdekében, hogy megszerezze az önvallomását, talán beígért mindenféle palotákat, meg táncosnőket. A valóság benne van a szerződésben. Olvassák el, sajnos táncosnőkről nincs szó benne. Nekünk senki nem ígért táncosnőket. Az úr csak tréfálkozott szívem. Írják alá, és holnap kérem vissza. Akkor majd megkezdjük a névváltoztatáshoz szükséges dokumentációs eljárást. A választott név etnikailag hasonlítson a sajátjukhoz. A keresztnév megváltoztatása nem kötelező. Gyerekek esetében szerencsésebb megmaradni az eredetinél. Nézze! Ha felteszek egy kérdést, szeretnék választ is kapni rá. Szívem, nyilván nagyon sok mindent el kell mondania nekünk. Seattle. Az ön új lakhelye Seattle-ben lesz, Bobby. Ez információs anyag Seattle-ről. Iskolák, munkahelyek, időjárás. Azt ismerem, elsős. Nézd, Stan. Steve, drágám, Steve-nek hívják. Igen. Tudja, ez a maga kis beszéde. Nagyon jó pofa, Steve. De, hogy is mondjam csak, csessze meg. Nem megyek Seattle-be. Van választása. Egyetlen. Vagy részt vesz ebben a programban, vagy összecsomagol, és elmegy, Bobby. Hogyha így beszélt volna velem, odakint. De most nem odakint vagyunk, Bobby, nem. Nem idebent. És én itt így beszélek magával. Nem igazán érdekel, hányan ugráltak az előtt, ha maga megszólalt, Bobby Betts. Ez többé már nem így van. Többé nem úgy történnek a dolgok, ahogy tervezte. És esik, ha tetszik, ha nem. Megértetjük egymást. Mit szólnál a Cooperhez? Az könnyű leírni.
Collins? Banks? Ne, arról a bankrablás jut eszembe. Smith vagy Johnson? Ne, azokról ordít, hogy álnevek. O'Brien. Gyere ide. Itt nincsenek kamerák. Igen. Igen. Honnan tudod? Jártam már itt. Tényleg? Kivel? Al Caponéval? Egész kellemes itt kint. És az se rossz. Mi a baj, kicsikém? Mi a baj? Mi történt? Az a rossz bácsi. Ó, itt vagy már az ölemben. Az a rossz bácsi már elment. Az a rossz bácsi már elment. Nincs semmi baj. Itt van a... Cooper, könnyű, egyszerű. Nem olyan, mint egy magyar név, amit senki se tud leírni. Szóval mi leszünk Cooperék. És... töröd meg az arcod. Akkor te ki leszel? Suzy Cooper. Nagyszerű. Igen, a szívem. Sean Cooper. Csodálatos. Nagyon jól hangzik. Tehát mi vagyunk Cooperék. A Cooper család. Apu neve... William. Billnek fogjuk szólítani. Azért még szólíthatom apunak is. És én pedig Joan leszek. Most viccelsz, ugye? Nem, én szeretem ezt a nevet. Johanna, Szent Johanna, nagyon szerettem gyermekkoromban. Igen, mert bolond volt. Hangokat hallott. Ott belül beszélt. Még nem biztos. De jó, hogy újra nevetsz. Igen, csuda jó az egész. Ő kezdheti úgy az általánost, mint Suzy Cooper. De velem mi lesz? Steve, azt mondta, hogy átiratja a jegyeidet erre az új névre. Csak a jegyeimet. De a többi munkám egyáltalán nem számít, igaz? Hogy az iskola újság szerkesztője voltam, a diák önkormányzat, a Vita Klub. Figyelj, Sean! Sean, kérlek szépen. Tudom, hogy nehéz, de bizonyítanod kell az új helyen, és Fox is. Tudjuk, hogy képes leszel rá újra. A régi sulinak, a közelébe se érnek az itteni iskolák. Seattle. Seattle. Seattle sehol sincs. Az otthoni suliból a diákok harmada cson nélkül bejut a Harvardra. A harmada. Én meg valami középszerű porfészekben érettségizzek le. És egyik tanárom se fog egyetemi ajánlólevelet írni Sean Coopernek. Ki az a Sean Cooper? Sean Cooper egy nagy senki. Cooper. C-O-O-P-E-R. William. Joan. J-O-A-N. Úgy van. Igen. És Susan és Sean. Nem. S-E-A-N. Rendben van? Hogy van az, hogy amikor magukat hívom, elküldenek máshova? Köszönöm. A születési okmányt ott kell kiállítani. És azonnal kell. Köszönöm. Volt már olyan kuncsaftod, aki kiborított? Csak ilyen kuncsaftjaim vannak. Bejövő. Ramirez. Esküszöm, hogy ez a fickó két héten belül felrobbant valami rakétát. Ja. Lehet, de az már a kintiek dolga. Figyelj csak, készítsd fel, aztán felejtsd el. De lehet, hogy nem megy át a pszichológiai teszten. Igen, mi Joy Grasso. Hány embert nyírt ki? Vagy 20-at lemészárolt. Igen, de nem baj, lelkileg stabil. Hadd áruljon székeket valami áruházban. Gondolja, hogy itt volnék, ha meg akarnék halni? Én nem érek rá depressziósnak lenni, doktornő.
Én pénzt keresek. Milyen a kapcsolata az apjával? Miféle kapcsolatom? Utoljára anyám temetésén láttam. Nézze, én kemény környéken nőttem fel. Van, akiből pap lett, van, akiből zsaru, mint maga Stan. Steve. Steve, tök mindegy. A többiek beszálltak a boltba, de én a szüleim miatt nem. Miért hívták önt Bobby Betsnek? Ez a nevem. Betten. Betts. Ez baseball ütőt is jelent. Bele se ütöttem a labdába. Emberekbe sem? Semmi baj. Én őszinte akarok lenni, hiszen végül is erről szól ez az egész, nem? Fiatalabb koromban lehet, hogy talán kicsit vadabb voltam. Talán voltak, akik tényleg durvának tartottak. De ez már nagyon régen volt. Azóta családos ember vagyok. De komolyan. Én szeretem a feleségemet. Szeretem a gyerekeimet. Szóval mindenki boldog. Én nagyon boldog vagyok. Én nagyon optimista vagyok. Tudja, furcsa módon azt hiszem, jó, hogy mindez így történt. Ezentúl Bobby is becsületes lehet. Ezt nem mondják meg neki. Ez bizalmas, ugye? Nézze, én jól vagyok. Suzynak van szüksége segítségre. Ez nem terápia. Csupán a beilleszkedési és egyéb problémák felmérése. Suzyt nem kell megvizsgálnunk. És a beilleszkedés az új környezetbe? Nem csak erről van szó. El tudja képzelni, hogy szereti Bill Coopert, aki éjszakai műszakban dolgozik valahol. Szeretné úgy, mint Bobby Betts-et, aki Armádiban jár, és Cadillac-kel közlekedik. Én mindig szeretni fogom őt. Nem számít a pénz. Látom oda körmeire. Gyönyörűek. Valóban sokat foglalkozom velük. Nagyon jól kikapcsol. És ha az anyagi helyzetük miatt nem manikűröztethet többé? Ön igazán goromba is tud lenni, uram. Kényes libának tart. Igen. Van pénzünk, mert megkerestük. Nagyon keményen megdolgoztunk érte. De a pénz nálunk soha nem lehet fontosabb a gyerekeink biztonságánál. És hadd mondjak el magának még valami, tisztelt nyomozó úr. Bobby nem fog padlót mosni valami ócska krimóban. Természetesen eladjuk a házukat, a két kedileket, és az ingóságukat piaci áron, illetve a legjobb áron. A befolyt összegről megkapják az elszámolást, mihelyt letelepedtek Seattle-ben. Ám a második jelzálog miatt... Nincs második jelzálogunk. De a második jelzálog összegét, az automatikus hitelkeretet, a 80 000 dolláros hiteltartozást, tehát mindent összevetve az ügyesség úgy kalkulált, hogy körülbelül 7 000 dollár lesz a deficitjük. Miféle hitelkeret? Ki készítette ezt a jelentést? Ha az ingóságok eladása után marad még adóságuk, az ügyességi hivatal átvállalja az összeget, hogy tiszta lappal induljanak. Ez valami tréfa, vagy a kormány így akar átverni minket? Rengeteg részvényünk van, befektetésünk. Ez nevetséges. Mondd meg! Tehát mi az egyenleg? Nulla. Igen, így volt, tudom. Tudom, hogy hülyeség volt. Pénzítettem a befektetést.
és Tió üzleteibe fektettem be. Az egész szépen befolyt a klub számlájára. Apu! Tiónak volt annyi esze, hogy anyagilag is kicsinálja. A belügyminisztérium nem tehet valamit. Ebből már nem kapunk vissza semmit. Minden elveszett, minden! Apu! Akkor most mit csinálunk? Mi az, hogy mit csinálunk? De hát miért nem mondta rá nekem, hogy mi történt? Hiányzik a stressz, rendben van. Meg akartalak kimélni ettől. Megkimélni? Mi van? Mi van, Suzy? A mamának és a papának meg kell beszélnie valamit. Érted, kicsim? Szóval... Ne kiabálj vele! Nem kiabáltam vele. Ne kiabálj vele! Nézd meg a rajzát! Nem kiabáltam vele, nem kiabáltam, csak... Jól van. Mutasd a rajz. Nagyon szép rajz, kislányom. Figyelj ide. Ó, Istenem, nézd, mit csináltál. Kicsikém! Hát mondtam neki, hogy szép. Hé, Sol! Sol, hagyd már abba! A saját gondolatét nem hallja az ember! Ez az üvöl csak vele is! Remek, kösz! Jézus Máriám, adjon valaki egy puskát, hogy szétlőhessem a fejem! Ilyet még tréfából sem mond. Mi tréfál? Nem volt joga hozzá a rohadt életbe, hogy elmondja neki a pénzügyeinket. Nyíltnak kell lennünk, Bill. Ezentúl mindent meg kell beszélniük magának és a feleségének. Nagy francokat! Ne adjon tanácsot, hogy éljem az életemet! De adok! Lényegében ez az, amit mi itt csinálunk. Tanácsot adunk, hogy irányítsa a családját, hogy elkerülje ezeket a helyzeteket. De én ezt leszarom, világos. Tudja, Cindy hozzászokott a pénzhez, érti? Ő ebben nőtt fel. Nem így akartam neki elmondani. Én akartam elmondani neki a saját szavaimmal. Köszönöm. Tudják, van egy kifejezésünk. A vágyak átértékelése. Nem tudják, mit jelent? Nem. A vágyak átértékelése azt jelenti, hogy a kokainárusítással jóval több pénzt lehet keresni, mint éjszakai mosogatóként. Miről beszél? Ez a helyzet, Bill, egyfajta szerénységet kíván magától. Bill. Magának 10 éves kora óta nem volt egyetlen törvényes munkahelye sem. Nem végezte el a középiskolát. Nincsen gyakorlata. A tanúvédelem hamis szakmai életrajzot vagy ajánlólevelet nem tud adni. Nagyszerű. Hát akkor hogy szerezzek munkát? Hát először segédmunkát kell vállalnia. Dolgozik pár évet, kitanul egy szakmát... És szakmunkás lesz. Belép a szakszervezetbe, és akkor már jár a társadalom biztosítás. Nem. Ezt szóval nem azt csinálja. Mondja, hogy legfeljebb kubikusként helyezkedhetek el, vagy elmehetek hóruk munkásnak? Évi 20-45 ezer dollárért. Ó, én nem, ennyiből nem ennyi tudunk megélni. Ennyi sem lenne elég. Ezért nem volt soha rendes állásom. Maga nem érti meg, nincsen semmi pénzünk. De ha munkásokat nem akarják kigyérni. Johan. Gépelt az iskolában. Egyszer adminisztrátor volt egy irodában. Igen. 1000 évvel ezelőtt, igen. Ha elvégez egy tanfolyamot, kereshet évi 35-40 ezret is. Tavaly egyetlen partin került ennyibe öregen. Ki vigyáz akkor Suzyra, hogyha én dolgozom? Muszáj lesz dolgozniuk. De akkor ki vigyáz a gyerekekre? Jól van, rendben van. Nem. Jól van. Tegyük fel, hogy elvállalok kötelező egy... Kötelező a munkavállalás, nincs, tegyük fel. Jól van, jól van. Elmegyek Seattle-be mondjuk a favágókhoz. De nincs semmiféle papírom az elmúlt 20 évről. Hogy a fenébe kaphatok így munkát? Felajánlja, hogy egy hónapig ingyen dolgozik. Megmutatja, hogy mennyire jó munkaerő. Ingyen dolgozzak? Komolyan mondja. Komolyan. Tehát... Ez a válasza. Tehát dolgozzunk ingyen. Így segítenek? Mit vártak? Talán, hogy az adófizetők fogják eltartani önöket? Nem, persze, hogy nem. De azért azt nem vártam volna, hogy tőből levágják a lábaimat. A semmiből építettem fel az üzletemet. Én vállalkozó vagyok. Világos, ha most beindítanék egy törvényes vállalkozást, milyen bank ad nekem bármilyen hitelt is, amikor szépen közlöm velük, hogy sajnos eddig még nem dolgoztam sehol. Semmilyen.
és a gyerekeim ne higgyék azt, hogy az apjuk egy szerencsétlen vesztes. A kormány tartozik önnek, miután maga évekig csak rabolt tőle. Mióta dolgozik a kormánynak, Steve? Elégedett a Hondájával, a 80 lepedőjével, a nyugdíjával? Ez nekem nem felelne meg. Világos? És ez? Ez sem felel meg nekem. Ez magániskola, szívem, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Mit szólnál ahhoz a katolikus iskolához? Várj csak. Steve azt mondta, hogy ez egy elég jó állami suli. Hé! Hey. Ki ette meg az utolsó csokis kekszet? Ha? Ki ette meg az utolsó csokis kekszet? Én kivettem egyet, de az nem az utolsó volt. Figyelj, ha kiveszel egy kekszet, és nincs több benne, akkor az az utolsó. Nem tudom, lehet. De lehet, hogy sumák vagy. Nem tudtam, hogy az a keksz a tiéd. Figyellek, Sean. Mi a baj, Bobby? Hogy nincsenek klubok? Meg ivó cimborák, akik előtt eljátszhatod a nagy menőt? Itt nincsenek nagy üzletek. Se lóverseny, meg kártya, amin veszíthetsz. És nincsen pénz, amit le lehet húzni a kurva vécén. Ennek vége! Csak mi maradtunk neked? Hát szokj hozzá! Fogalmat sincs, hogy mi mentettek... Szegények vagyunk! Erről van fogalmam! Igen, szegények vagyunk! Ne. Hagyj békén! Suzy! Sean! Suzy! Sean! Gyertek, gyertek ide! Suzy! Hey! Sean, gyere már ide! Gyere! Ma rendezünk egy kis szerepjátékot az új nevekkel. Bill, Joan, kezdhetjük? Mint mondtam, a szomszéd vagyok, és vendégségbe jöttem. Joan, kezdhetjük? Csináljuk jókedvűen. Rendben? Suzy, tudod, mit csinálunk? Eljátszunk valakit. Így van. Játszani kell. Rendben? Joan? Azt mondtam mamának, hogy Joan. Igen, azt. Nem igaz, hogy Joannak kell hívnunk. És on, kérlek segíts apádnak húst sütni. Bill. Na, hogy van? Szevasztok. Joan. Honnan jöttek? Chicagóból. Chicagóból? Régebben gyakran jártam arra felé. Te melyik partra jártál? Oda a tengerhez. A tóra gondolsz, ugye? Igen, a tóra, persze, hogy arra. De és miért költöztek Seattle-be? Az első miatt. És a kávéért is. És Bobby úgy döntött... Bobby? A középső neve, és én... Azelőtt mindig Bobby Bettnek hívtam. Illetve Coopernek. Bill Cooper. Azelőtt Bobbynak hívtam. Gyerekek, milyen az új suli? Remek, isteni. Azelőtt milyen iskolába jártál? A Szent Annába.
És ez hol van? West Roxbury-ben. West Roxbury-ben? Bostonban? Hát... Jó, ennyi. Nem tanúsodom. Hé, várjon, nyugodjon meg, jó? Nem, semmi gond, de hagyjuk abba ezt a bilezést. Azt akartam megmutatni, hogy milyen könnyen elárulhatják. Nézze, nem érdekel, hogy mit akart megmutatni, világos? Egyszerűen nem fogok tanúskodni. Ennyi. Hála az égnek. Nem fog tanúskodni. Hé, Bill! Indulunk, Cindy, hozz Suzit! Csomagolunk, megyünk! Aláírt egy szerződést a belügyminisztériummal. Magnóra mondta, hogy szemtanúja volt egy kettős gyilkosságnak. Ezért ugyanazt kapja, mintha maga ölte volna meg őket. Plusz szerencsejáték és 16 rendbeli csalás. Életfogytiglant kap, Bobby. Maguk megfélemlítettek. Mindezt csak kényszer hatására vallottam. A bíróságon úgyis letagadok mindent. Nem vagyok besúgó. Eddig se voltam, és nem is leszek. Jó. Jó. Nem számít, mennyit kapna, mert a tárgyalásra el se jut. Börtönbe kerül, barátom, védelem nélkül. Gondolja, hogy Tio Cruz megbocsáta, miért meggondolta magát? Már besúgó, akár tanúskodik, akár nem. Magával fognak példát statuálni. A börtönben, vagy kint. Felismeri a társát, Nikos Stefanoszt, a görögöt? Uramisten. Mi nem ismertük fel. Legalábbis eleinte. A fogai alapján jöttünk rá. Bobby, 3500 órányi hanganyagunk van Tio Cruztól. Tessék, ezt kifejezetten magának vettük fel. Hát igen, igen. Felismeri Tio hangját? Igen, barátom. Mert jól ismerem be ezt. Ki tudja hány éve. Nyilván ki fog készülni, nem bírja cérnával. Akkor majd szépen behozzuk ide... Mert jól ismerem Belzt, ki tudja már hány éve, ki fog készülni. Én is hallottam, jó? Ki fog készülni? A feleségemnek miért kell itt lennie? Miért kell végighallgatnia és végignézni ezt a mocsok szemetet? Bobby, kérlek, itt kell lennem. Mostantól fogva tudnom kell, mi történik velünk. Azt hiszi, nem tudom, hogy csapdába csalt. Hogy maga volt az, aki összeugrasztott Tióval. Megfigyelés, lehallgatás, beépített emberek. Rájött, mit csinálok, aztán megsukta Tiónak, hogy átverem. Ezzel akart belekényszeríteni ebbe a helyzetbe. Azt gondolja, nem tudom, hogy mit tettek velem. És a családommal. Rohadt szemétláda. Bár én csaltam volna csapdába. Örülnék neki. Akkor ezt is az orra alá dörgölhetném. De máshol kell keresnie azt az embert, aki földobta Tiónak. Vinnie Bongiorno a fix. Jimmy Cho. Jesus Lopez. Susan Fiore. Ez a 30 tanú mind kilépett a programból, és bűncselekmény áldozata lett. Megölték őket. Hogyha elmegy innen, 2 napon belül lelövik. Nyilván visszatér ahhoz az üzlethez, amivel foglalkozott. Ugyanahhoz a vevőkörhöz. És biztos lebukik. A hír gyorsan terjed. Tió emberei ott fogják várni a kedvenc éttermében. Ennyire hülyének néz. Nem, csak embernek. A családját se tudjuk megvédeni. Ők is veszélyben lesznek. Joan is eleget tud Tióról ahhoz, hogy tanúskodjon ellene. Ez baromság, Steve. Maga is tudja. Jó van. De vajon Tió is tudja? A biztonság kedvéért kinyiratja. Vagy. Az is lehet, hogy megfélemlíti, hogy magát föladja. Mi a fene ez?
Tió. Figyeli Suzyt az iskola előtt. Mi? Azok után, amit Nikosszal tett, maga mit csinálna, ha elvinné Suzyt? Vagy Sont? Sont beszélt jóval? Nem, nem. Csak elmegy mellette. Nem, nyitva a szája. Nem. Elment mellette. Bill, az életét akarjuk megmenteni. Szeretne élni? Akkor fogja a családját, és tanuljanak meg törvényesen élni. Csak ennyi. Miért érdekli ez? Nem érdekel. Akkor meg minek strapálja magát, hogy megmentsen? Az a dolgom, hogy megmentsen. Igen, és hazudni nem szabad. Ez így van, de ez nem hazugság, hanem inkább színészkedés. Olyan, mint egy játék, és szerintem nagyon jó pofa lesz. Apu is játszik. Aha, és Son is játszani fog. De az benne a trükk, hogy csak mi tudunk róla, érted? Csak a mi családunk, érted? Tehát el kell játszanunk, hogy nem West Roxbury-ből jöttünk. Én nem akarok ilyet játszani. Nézz rám egy picit. Hogyha nem játsszuk ezt a játékot, az a rossz bácsi vissza fog jönni. De hogyha színészkedünk, akkor nem talál meg minket? Erről van szó. Suzy Cooper? Rendben. Jól van. Ügyes kislány vagy. Ne felejtsd el. Ne felejtsd el. Hallod? Folytatjuk a délelőtti gyakorlatokat. Rendben. Sean? Bill? Sajnálom, de én soha nem tudtam hazudni. Játszol a galléroddal. Szerintem jól csináltad, ez nehéz. Mi? Jó volt. Ez tényleg igaz, Joanna. Minden nyúl a gallériához, illetve a nyakához. Most, hogy már tud róla, csak figyeljen oda rá. Ennyi. Ja, és Joanna, meg mindenki. Nem mondjanak semmi olyasmit, amiben nem állapodtak meg, hogy Chicagóból jöttek. Ó, igen, igaza van. Semmi gond, csak az a baj, hogy nem ismerik Chicagót. Tudják, a kevés néha több lehet. A ködösítés mestereivé kell válniuk. Értik? Hogy lehet kibújni egy kérdés alól? Nem tudom. Úgyhogy visszakérdez. Miért jöttek Seattle-be? Nem tudom, elegem lett a télből, és ön mióta él itt? Nagyon jó. Te, Suzy? Hogy hívják az anyukádat? John Coopernek. És apukádat? Billnek, tehát Williamnek. Nagyszerű. Ügyes voltál. Sok energia kell a hazugsághoz, tehát ha lehet, el kell kerülni. Különösen Joan, ha kényelmetlenül érzi magát tőle, közöljön minél kevesebb információt. Egyszerűsítse a múltat. Olvassa össze. Asszonyom, hogy hívják? Joan Cooper. Szívem, megint a nyakadat piszkálod. Nem tehetek róla. Le kell szoknod róla. Figyelj, ez csak is miattad kell csinálnia. Nem igaz? Ezt ne felejtsd el. Hogy?
Mit mondtál? Kérem, hogy ne kalandozzunk el, jó? Mit mondtál, fiam? Foglalkozunk a feladatunkkal, jó? Nem, én csak megjegyeztem, hogy nem kellene végigcsinálunk ezt a szart, hogyha te nem volnál, és mindannyian nagyon keményen dolgozunk, úgyhogy ne legyen akkor arcod. Ne beszélj így az apáddal. Ne kiabálj a papával. Azt hiszed, csak azért, mert itt vagyunk, így beszélhetsz velem? Drágám, nem úgy értette ismét, gyerek. De nem mondd nekem, hogyan beszéljek. Többé semmi jogalapod előírni, hogy mit, hogyan csináljak. Kérlek, ezt majd később megbeszélítem. Egyszerre azt képzeled, hogy te lettél a család feje. Te nem vagy a család feje, hiszen nem voltál velünk. Amúgy egész jól megvoltunk nélküled is. Téged önmagadon kívül soha semmi más nem érdekelt. Most is csak magadat akarod menteni, bár lelőttek volna. Ha lelőttek volna, most halott lennél, és nem lennénk itt ezen az ótvar helyen. Bár halott lennék? Ha? Te hálátlan kis tök! Nem csinálom tovább! Mindent megadtam neked, te elkényeztetett sarkölyök! Semmi baj, kiengedhetik! Maradjon itt, rendben? Maradjon itt! Nagyon kiborultál. Úgyhogy inkább holnap reggel beszéljük meg. Elmegyek. Kaphatsz egy külön lakrészt, nem kell félned, nem. Hogy... Én nem félek tőle. És nem hagyom egyedül a mamával. Összevesztünk. Ennyi. Senki sem kér arra, hogy... De igen. Azt hittem, ez majd közelebb hoz bennünket. Hogy belőlünk is igazi család lesz. Hogy igazi család leszünk. Olyanok, mint mások. Nekem soha nem volt igazi családom, úgyhogy... De mi azok vagyunk. Mi vagyunk a családod. És csak ennyi maradt meg nekünk. Most már csak egymásra támaszkodhatnánk, de te még ezt is tönkre akarod tenni. Nem tudom, mi történt velem. Úristen, hát nézd meg, hogyan élünk. Soha nem éreztem még ekkora szégyet. Hogy tehetted ezt a fiaddal? Aki szeret téged, és csak azt akarja, hogy odafigyelj rá, amire te nem vagy képes. Önmagam miatt is szégyenkezem, hogy mennyi mindent megtettem, és mennyi mindent nem. Eljátszottam, hogy mindez normális, és tessék, hova vezetett ez? Drágám, kérlek szépen, nyugodj meg! Ne mondd nekem, hogy nyugodjak meg azok után, amit műveltél! Évekig nem szóltam egy szót sem! Édes Istenem, mennyi mindent lenyeltem. Nézd csak ránk. Anyu, miért kiabálsz? Nincs semmi baj, Suzi. Mi vagy te? Azt hiszed, csak te borulhatsz ki? Csak te robbanhatsz fel, Bobby? Csak te bántatsz másokat? Most mihez kezdesz? Miután másokat nem cseszegethetsz, most rajtunk töltöd ki a haragodat? Ágám, tudod, hogy én soha nem... Nem, én már semmit sem tudok! De szívem, miért? Ne gyere közelebb! Anyu, ne kiabálj apuval! Én egy egyedülálló anya vagyok.
Fogalmad sincs róla, hova járt Suzy játszani. Nem ismered egyik tanárját sem. Soha nem voltál ott Sean Vita estjein. És látod, mit gondol most a fiad? Hogy már meghaltál volna. Én meg csak nyertem, és hagytam. A gyerekek, az üzlet, Nikosz, Tió miatt. Mindez nincs sehol. Mit hagytál? Azt hiszed, nem tudom, hol voltál Suzy harmadik születésnapján. Mondtam neked, hogy Nikosszal el kellett mennünk. Azt hiszed, nem találtam meg a számlákat az ékszerekről, amiket soha nem kaptam meg. Ez üzleti ügy, ebbe fektettem azt a pénzt. Pafame! Hát ennyire hülyének nézel. Ez olyan, mintha kitapostad volna a peheimet! Azt hiszed, nem tudom, mire készül Seattle-ben. Azt hiszed, átverheted őket, folytatod a régi játékot, de engem nem tudsz átverni. Egy kis lóverseny, ugye? Mi rossz van abban? A törvényes Atlantic City-ben. Aztán jönnek a kölcsönök, szegénynek pénzre van szüksége. Kérlek, drágám, bocsáss meg, csak kérlek. Miattam, hogy vehess nekem egy nyakláncot, egy új autót, amikor tudod, hogy mi kell. Tudod, jó, hogy mi kell nekem. Szeretlek, Cindy, szeretlek. El! Ott is majd szépen magamra hagysz. Egyedül leszek abban a rohadt Seattle-be. De jó lesz, mert majd mindenkinek új néven mutatkozhatok be. Miközben maradok ugyanaz a hülye. Csak ki akartam jutni onnan. Jézus Mária. Te voltál az. Mit tettél, kedvesem? Mit műveltél? Te árultál el Tiónak! Jött nekem csomag? Még nem. Hé! Hey. Jó vagy be? Nem. Nem vagyok jól. Nem vagyok jól. Sean, ha elmész, nem tudunk megvédeni. Ők kiléptek a programból. Visszamegyek Bostonba. Nem engedlek el, Sean, nem engedlek el. Ha visszamész Bostonba, a családod nem mehet Seattle-be.
Új nevet kell választaniuk. Új lakhelyet kell szereznünk nekik. Szeretném, hogyha ezt megértenéd, John. Ha visszamész Bostonba, a mamádat legközelebb a temetésén látod. A húgodat pedig soha többé. Biztos, hogy ezt akarod, John? Visszamegyek Bostonba. Rendben. Reggel 8-kor csörögni fog a telefon. Akkor búcsúzz el, és lép ki az ajtón. Ennyi. Azt tanácsolom, ne erőltesse, hogy magukkal menjen. Meg fogja bánni. Teher lesz élete végéig. Sean még kiskorú. Velünk kell jönnie. Nem érhetek úgy, hogy többé nem látom a fiamat. Ezt meg kell értenie. Nyissa ki ezt a tetves ajtót! Sean! Sean! Ha már Seattle-ben leszünk, és nem úgy alakulnak a dolgok, én elmehetek? Visszavihetem Susit a szüleimhez? Ha ott hagyja Billt, magára marad. Ön akár megtartja a nevét, akár nem. Őt el kell vinni onnan, új néven. Én segítek magának, amennyit csak lehet, de ha elhagyja Billt, kilép a programból. Hallottam, hogy az új nevük James és Margaret Stratton. Sean tud erről valamit? Jó van. Változás, William Cooper. William Cooper helyett James Stratton. James, igen, és Joan Cooper helyett Margaret Stratton. Margaret Stratton. Így van. Megvan az engedély. Sean nélkül Phoenixbe mennek. Ismerem a Phoenixi főfelügyelőt. Beszerzem az iskola listát. Jó, kösz. Nem, jó, igen, jó. Köszönöm, és tegnapra kell. Mi van? Csak egy ötlet. De rizikós. Azt mondja, hogy Betsz rám akar szállni. Hát hülyének néz engem. Elhiggyem a görögnek, hogy ő nincs benne. Egyébként honnan tudhatta volna? Ugye érted, amit mondom? Nem, ezt Nikos nem gondolta végig, barátom. A társa Nikos mondta el Tiónak, hogy maga nem adta le az összes neki járó pénzt. A saját társa dobta fel. Hallhatta Tió szájával. Nem Sean, nem az FBI, nem Cindy. Nikos. Azt hitte, jutalmat kap érte. Tévedett. Az életébe került. Szóval Nikos adta föl magát. De megfizetett érte. Ennek vége. Itt már nincs bosszú. Csak saját magát bünteti. Higgy el. A családja most ugyanabban a helyzetben van, mint maga.
hisznek magában. Követték ide is. Csak bennük bízhat meg. Nem látja a kislánya szemében. Adnak magának még egy utolsó esélyt, hogy kimásszon a szarból. Vigye őket magával. Szia! Nem szeretsz már minket? De igen, szeretlek. Csak tudod, én már nagy vagyok, és ideje elmennem. A szülinapomra eljössz, ugye? Nem. Ezt szeretnék, de nem fogok tudni eljönni. Hát jó, szia! Szia! Jól tudom, miért gondolod, hogy sokszor rossz döntéseket hoztam. Azt tettem, amit jónak láttam, mert így neveltek. Nem kérek érte bocsánatot. A döntéseimnek köszönhetően lettél te jó módú gyerek, és laktál szép házban. Megkaptad, amit én nem. Talán az én viszonyom az apámmal az rontotta el a mi kettőnk kapcsolatát. Te vagy az első közülünk, aki talán majd egyetemre megy. Erre nagyon büszke vagyok. Lehet, hogy nem mutatom. Nem tudom. Mindenki azt akarja, hogy legyek egy rendes seattle-i fickó. De nem tudom, hogyan juttatlak be az egyetemre, ha az leszek. Viszont, ha most elmész... Így ér véget ez az egész, közöttünk, és talán nem is baj. De a húgod és az anyád, ne básd őket, és magadat, mert rám haragszol. Ha biztos vagy abban, hogy nélkülünk jobban megélsz, egyedül, mint én annak idején, akkor sok szerencsét, fiam. Őszintén kívánom. Jól van.
Bobby! Bobby, jól? Bobby! Bobby! Úristen, John! John, miért sír? Nem sírok. Csak nem gondolod, hogy John elengedett volna Seattle-be egyedül, Susie? Nem bizony. Nem megyek, hogy azt a kutyát is hozod. Nem megyek. De jössz. Vidd innen, utálom ezt a vacakot. A saját ruhájukban utaznak. Kapnak vásárlási utalványt. 6 hétig nem lesz semmiféle igazolványok. Egyelőre nem létező személyek.
A motelban nem lesz kocsijuk sem. Úgy intézzük, hogy a közelben legyen bevásárlási lehetőség. Rendben. Ez a kezdőhitel. Ha találtak lakást, átutalunk havi 1800-at, amíg nincs munkájuk. Kapnak bútorutalványt is. És 3000-et autóvásárlásra. Értem. Most vagy soha. Ez így nagyon jó, Bill. Együtt vannak mind. Menni fog. Hát remélem. Remélem. Minden rendben? Igen. Igen. Ezeket elrejtettem. Nem vettük észre? Nem is volt nehéz. Soha nem írhatsz neki. Ugye ezt tudod? Senkinek sem. Tudom. Ezt Debbie-nek írtam. Csak búcsúlevél. El tudná juttatni neki. Jó döntöttél. Igen. Jó estét. A nevem... Jó estét. John Cooper vagyok. Ég veled, Cynthia. O'Connor. Bitten. Jó lesz a friss levegő. Na, menjünk. Légy jó, kislány. Fogadj szót a mamának. És a papának is, jó? Első hónapban naponta meglátogatja magukat, hogy minden a lehető legnagyobb rendben menjen. Ennyi. Minden jót, Bill. Kösz. Bobby Betts! Na, mennyit adsz nekik? Nem is tudom. 50-50 az esélyük.
Örök optimista vagy. Jó napot! Joan Cooper vagyok. Jó napot! Ő a férjem Bill. Jó napot! Kérem, jöjjenek velem! Gyerünk! Erre tessék! Mostanáig több mint 16 ezer ember vett részt a tanúvédelmi programban. Hetente 3 család kap új lakóhelyet az ország valamelyik részén. Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Kubik Anna, Gesztesi Károly, Mináróvics Péter, Csifó Dorina, Harsányi Gábor, Martin Márta, Perlaki István, Simon György, Csuha Lajos, Sótonyi Gábor, Velker Gábor, Szatmári Attila, Megyeri János. Magyar szöveg Liszkai Szilvia, hangmérnök Csomár Zoltán és Pere László, vágó Zöld Zsófia, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az HBO készítette. Produkciós vezető Végödön.